Az a tárgy, ami mellettem áll, közismert tárgy. Szinte nap-nap után használja mindenki, kávéházakban, otthonokban sokszor találkozunk vele. Hajlított fából készült szék, bárki rávágja rögtön, tonett szék van, vagy 100 éves. Gondolná-e valaki, hogy ez sokkal régebbi történet, hogy ez a régi osztrák-magyar monarchiához kötődik? Gondolná valaki, hogy 1860 és 1920-as évek között körülbelül 40 millió darab széket gyártottak a tonett gyárak, motorgyárak? Gondolná valaki, hogy csaknem minden kontinensen megtalálhatók a termékei? És gondolná valaki, hogy ez a nagyon közismert forma, ez a gyárnak az egyik legjelképesebbé, legemblematikusabbá vált termékének, a 14-es modellnek az egyik változata. A történet, a gyár története az 1830-as években kezdődik egy rajnamenti kisvárosban, Boppádban, ahol Mihály Tonett, Tonett egy személy volt tehát, TH-val írta és egy T-vel a végén, mi már két T-vel mondjuk, tehát ahol Mihály Tonett nevű műbútorasztalos működött a Biedermeier idején. Ő viszont egészen másfajta bútorgyártási kísérletekbe kezdett, mint ami a korabeli divat volt. Hajlított bútorok készítésével kísérletezett. A technika maga nem új, az ókor óta létezik, és amikor Tonett benyújtotta a szabadalmát a megfelelő német hivatalnak, azok egyből le is pöckölték, hogy hiszen ez egy franciáktól átvett eljárás, nem adnak rá szabadalmat. Ez a derék asztalos mester azonban kiállított a Koblenci Kereskedelmi Társulatnak a kiállításán, ahol történetesen éppen megfordult Metternich herceg is, aki felfigyelt Tonett bútoraira, és egyből Bécsbe csábította a mestert, aki el is ment Bécsbe, felmérte a terepet, úgymond, és mivel Boppárban az asztalos műhelye, asztalos üzeme hamarosan tönkrement, egész családjával Bécsbe költözött. Bécsben elsősorban parketta gyártással foglalkozott, főúri paloták berendezéséhez készített székeket és parkettákat. Alvállalkozóként működött ebben a minőségében, de kipróbálta magát, illetve a hajlított bútorait a bécsi Liechtenstein és Schwarzenberg palota berendezésénél is. A korabeli neoreneszánsz bútorokhoz képest a bútorai könnyedek, légiesek, nagyon egyszerűek, letisztult formavilágúak voltak, már a korabeli Tonett székek aranyozott változatban készültek. Tonett ekkor még összepréselt fa lemezekből hajlította a bútorait, a később jól ismert és világsikerre menő eljárás az 1860-as, 70-es években kristályosodott ki. A főúri paloták lakberendezői kritikusai nem fogadták túl nagy lelkesedéssel ezeket a könnyed, de a korabeli enteriőrökből mégis kilógó bútorokat, viszont a Tonett bútorok a köznép körében kezdtek igazán sikerre menni. Az egyik bécsi kávézó, a Daum kávézó rendelt tőle egy nagyobb kollekciót, később pedig a pesti angol királynő szálloda rendelt a Tonett műhelytől 400 széket. Deák Ferencnek a kedvenc lakóhely és tartózkodási helye volt különben az angol királynő. Tonettnek tehát föllendült az üzlete. A köznép körében ezek a olcsó, könnyed, tömegével gyártható és mégis hatalmas formai változatosságra vívő székek nagyon nagy sikert arattak, és egész monarchia szerte kezdték megismerni Tonett nevét. Olyannyira, hogy bécsi műhelyét hamarosan meg kellett szüntetnie, és a morvaországi Koricsányban létesített fafeldolgozó üzemet. Hamarosan olyan mértékben nőtt a piac igénye a termékei iránt,
hogy a közeli Bistricben is gyárat alapított, majd pedig a Felvidéken, Nagyugrócon, Bars megyében létesített gyárat. Remekül ráérzett a lehetőségekre. Olyan helyre kellett telepíteni a gyárát, ahol nagy mennyiségben állt rendelkezésnek megfelelő nyersanyag, bükkfa, mert hogy bükkfából hajlította bútorait, készítette a hajlított bútorokat. Nagy létszámú szabad munkaerő is volt, a környék asszonynépét a székek nádazásába tudta bevonni, tehát a nád ülőkéket, háttámlákat velük fonatta meg, és jó közlekedési lehetőségeket is ki tudta használni. Olyannyira, hogy a gyárai hamarosan elérték az évi 200 000 darabos termelést. Európa minden nagyvárosában volt lerakata, Amerikában is, Dél-Amerikában is, Párizsból is rendeltek tonett székeket. Mi volt a titka a széknek? Bükkfából készült a szék, tehát már tömörfából készült ez a tömegtermelésben gyártott szék, és hajlítással készült. Mondtam már, hogy a technika maga az ókor óta ismert, tehát hogy gőzöléssel, tűz segítségével a fát is meg tudták hajlítani az ahhoz értők. Tanéték viszont megfigyelték, hogy a hegyek északi lejtőjén, a messzes talajon termett vagy nőtt bükkfák fája alkalmasabb erre a hajlításra, tehát kevéssé törik, hajlékonyabb, jobban alávethető a gőzölési és főzési eljárásnak. A fűrészüzemeikben legelőször fölfűrészelték a fát, utána pedig egy napig vízben áztatták, majd pedig magas nyomáson gőzöléssel puhították meg, így módon vált sablomba illeszthetővé, sablomba hajlíthatóvá az egyes elemek. Ez az egyik leghíresebb és legközismertebb tonett modell, illetve annak egy változata, mert az eredetinek ez a belső támlaíve a fő támlaívhez csatlakozott, és nem ért föl teljesen a felsőig, tehát körülbelül így festett. Gyorsította a gyártási eljárást az is, hogy kezdetben csapolással készítették az egyes elemek összeillesztését, később pedig sróffal, tehát csavarozással illesztették egybe őket. Nagyon nagy formai változatosságra adott lehetőséget az, hogy hogy a székeknek voltak standard elemei, amiket aztán különféle támlákkal, különféle mintázatú elemekkel, különféle formájú ülőkékkel tudtak ellátni. Nem az IKEA találta ki a formáknak ezt a fajta kombinálási lehetőségeit, hanem ez már a 19. században megvolt. Nagyon sok széket exportáltak, egy köbméter térfogatba, elemeire bontva szállították a székeket, 36 darab szék fér bele mindenestül darabjaira szedve. A legközismertebb tehát ez a forma, ez egy jelzés nélküli darab, amit itt látnak a gyűjteményünkben levő tonett székeknek különféle változatai. A legszebbet itt mellettem szemlélhetik meg, frissen restaurált darab, Major Zoltán kollégám kezemunkáját dicséri, hogy ilyen szépen rendbe hozta. Honnan tudjuk, hogy milyen korú? Nagyon egyszerű mozdulatot bárki elvégezhet, megfordítja a széket, és a szék alsó ülő kávájának a belső felén ott láthatjuk a tonett jelzést. Ennek a széknek külön érdekessége, hogy kétféle tonett jelzés is van. Az egyik egy ilyen beégetett, tonett Ausztria felirat, a másik pedig tonett vének papír címke. Karos székeket, karfa nélkülieket, esztergályozott elemekkel ellátott darabokat,
neoreneszánsz növényi ornamentikával ellátott darabokat egyaránt gyártottak, sőt, nagyon kevesen tudják, hogy Ferenc József számára is készítettek egy ehhez hasonló karosszéket és íróasztalt. Kicsivel későbbi darab, ez a darab, ami már egy tonet utánzat, itt a címkéje, Polgár Kálmán bútorgyárában készült Zólyomban. Talán a legközismertebb darab a 14-es modell után. Magyarországon számos paraszti és falusi lakásbelsőnek is a jeles darabja ez a szék. A tonet gyáraknak a termelésének a háromnegyedét székek tették ki, de nem csupán székeket gyártottak, valóságos, hajlított bútor költeményeket készítettek ők, baba bölcsőtől kezdve a gyermek etetőszéken át, a csigalépcsőkig, a csillárokig, az előszobafalakig, sőt ágyakat is készítettek oly módon, hogy a háttámláját és az előtámláját építették be, díszítették hajlított darabokkal. A következő darab, amit szeretnék bemutatni, a Mundus gyár terméke, 30-as években készült Magyarországon már, tehát ez is egy tonet utánzat, az egyik legszebb hajlított bútordarab egyébként, formailag nagyon letisztult, érződik rajta már a historizmusnak a teljes elvetése és a Bauhaus stílus felé való iránylevése. A lábai meghosszabbítása alkotják a karfának a támaszait, és egy nagyon egyszerű és nagyon kényelmes szék mégis. Ez egy kevéssé sikerült konstrukció véleményem szerint. Kipróbáltam, ültem rajta, kényelmi szempontból sem annyira sikeres. Kávéházak, éttermek berendezéséhez tartozott, több képeslapon látjuk ezt a példányt. A háttámlájának a megoldása nem igazán szerencsés. A debreceni gőzfűrész és faárúgyárnak a terméke, ugyanúgy, mint a mellette lévő darab is, amit hát a nagyon sérülékeny kárpitja miatt fordítottunk el, de így is látható, hogy ez amiatt is különleges darab, hogy nem lekerekített darabokból készült, hanem szögletes darabokból, és szintén egy általánosan ismert darab a 40-es évek lakásbelsőiből. És végül egy sántikáló darabot is megmutatnék, ő még restaurálás előtt álló székünk. Ez nagyjából a millennium idején készült darabbal egykorú. Az egyik legjellegzetesebb része az, hogy nem teljesen hajlítással készült az üléskávája, csak három oldala, a negyedik oldalát itt látható jól, hogy csapolással illesztették hozzá. Másik különlegessége az, hogy a port nem szedtem már róla teljesen, világosan jól látszik a tonet felirat, és ez magyarországi tonet gyárban készült, ebben bizonyosak vagyunk, mivel a két összefordított T betű jelzi azt, hogy ez magyar tonet termék volt. Végezetül két szolnoki enteriőrt mutatnék be, hogy városunkban is nagyon-nagyon sok helyen voltak, használtak tonet székeket hivatalokban, kávéházakban, intézményekben, bankokban, éttermekben. Itt például a vasúti restinek a belseje látható, nagyjából a századforduló környékén hajlított bútor tonet székekkel berendezve, tömörtámlájú és lukacsos díszítésű székek ezek. A másik pedig körülbelül a 20-as, 30-as évek fordulóján készült a Szolnoki Magyar Bank belső enteriőrjét ábrázolja. Ez szintén nagyon közismert tonet szék típus, ami itt látható a pénztárpult előtt. Szerintem még számos régi padláson, számos régi háztartásban ma is megtalálható.